That summer still get a kick as it's a match or the knob. You cut my heart in a million pieces. Damn, why you gotta be so heartless? Why you gotta be so heartless? You cut my heart in a million pieces. Damn, why you gotta be so heartless? Why you gotta be so heartless? You got me like szóval szó gyerekek, ez itt a második nap, és most korábban keltem föl, mint tegnap, most egy órával, és igazából most keltem föl. Az van, hogy most még finomítok a tegnapi részen, és azt déltáján föl, nem. Hát a nap folyamán valamikor feltöltöm. Szóval a nap folyamán valamikor feltöltöm, és akkor majd látjátok, és így tovább megy az egész hét. Na mindegy, most ezt megcsinálom, főmel kajálok egyet, és igazából a mai napnak a felét kihúzza, mert ugye délben megkajálunk, aztán 3 órától temetésre megyek. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. Magányi, mint azt is, azt se kellett volna elmondani, amit temetésre meg, de én elmondtam nektek. Azután pedig megnézzük, megpróbálkozunk a haverokkal elmenni. Szóval, na, majd még... Majd kell teljenek. Kell. Hát már rendeljük a videót. Hát itt vagyunk már, kaja meg volt. Teli vagyok. És... az van, hogy amíg elmentem a 2%-ról és a 40 percről, átváltottunk 11 percre és 71%-ra. Szóval lassan kész a videó, és megy föl majd délután a YouTube-ra. Én addig visszamegyek most föl, mert ugye tartalát sütnek a mamámék, és én most segíteni fogok nekik tortát csinálni. Segítünk, hogy magát tortát csinálni, hát segítek nekik, aztán temetésre nevileg elmegyek a haveromékhoz videót felvenni. Nem tudom, hogy mi lesz a mai nap. Remélem jobb lesz, mint a tegnapi, mert azért a tegnapi az egy kicsit más. Na mindegy. Találkozunk még, még amikor majd megyek valahol, vagy ami be kell jelentenem. Ja. Hát három minikben megoldottam már azt, hogy megoldottam azt, hogy ne kelljen este sokáig fönnmaradni videót vágni, hogy amíg itthon vagyok, mármint itt helyben a gép előtt, addig amit fölveszek, azt gyors megvágom, és akkor este minél kevesebbet kell vágni, és most pont azt csinálom. És igazából az van, hogy már meg is ebédeltem, nagyon finom volt, tarhony, hát lecsó tarhonyával. Nagyon finom, mamám nagyon finomokat tud főzni. De az van, hogy még van egy 2 órán, hogy elkészüljek oda. Aztán pedig remélem, amikor hazajövünk, gyors átkapom a tudtomat, kimegyek a legközelebbi nethez, ráírok a haveromra, akkor
Remélem át tudom menni kedves moderátoromhoz, Romuald Kajdonhoz, mert ő ugye itt lakik ebbe a faluba, és ő is videózik neki, ugye tegnap nem volt a csatorna leírásban, na de. Viszont, mivel így jött ki, akkor videózom nála, és két hete vettem föl nála egy videót vele, azt megvágom, és akkor kikerül az is a YouTube-ra, a napi vlogon kívül, mert meg ugye lehet, hogy nála töltöm föl majd a videót, azt még nem tudom, mert ugye pont itt nálam nincs net. Kár, amúgy tök jól, hogyha itt lenne net, mert akkor nem kéne sehova mászkálni, amit még lazán tudnák videót vágni is, de nem, na mindegy. Na megint, na mindegy, ebbe a videóban annyira mindegy lesz, hogy ez már én leszek Martin, na mindegy. Szóval, igen, majd még öltözéskor, már nem úgy értve, hanem mielőtt elkezdek öltözni, még mondok nektek pár dolgot. Na de, ez a na de meg a na mindegy, de a két testvér, akiket használok sokat. Jó, most már meg se szólalok. Este van, nyilván minden 3 óra. Nem tudom, hogy mennyit láttok belőle. 8 óra 47 perc van. Szóval igazából ez az egész dolog, ez a temetés utáni kis uzsonna. Ugye a temetés 3 órakor volt, és ez az uzsonna egészen 6-ig tartott, és ez elég furán hosszú volt, egy 3 óra hosszú volt nálunkon. Nagyjából 2 és 3 óra hosszú volt, de hát igen, elég fura hosszú volt. Én meg úgy terveztem, hogy maximum 1 óra lesz az egész, és utána megyek a miékhoz. Aztán kerülgettük egymást a faluba, nem találkoztunk, de ma este megbeszéltem vele még, amikor töltöttem fel a videót, mert most megy fel a videó, pont ezekben a percekben kerül fel a videó. Csak hogy egy utcával odébb, mert ugye nagyon sietni kellett, és ott hagytam a pendrive-ot, hogy töltse fel. Szóval a holnapi anyagot egy másik pendrive-on kell sajnálni, nem? Ami roppant nagy gond. De most már második pendrive-omat fogom beáldozni erre. De igazából holnapra tényleg le van beszélve. Holnap 2 órától elmegyek a Romival videózgatni, videókat csinálni, vagy éppen ami éppen jön. Tudom csinálni. És most már nem lesz halaszgatom, mert ez már a tegnap óta halaszgatom amúgy. Az nagyon jó. De holnap 100% biztos. Ma már sajna nem a temetés mindent elhúzott, de legalább szép temetés volt. Nyugodjon békébe, a dédim. Igen. Most egy kicsit még videót vágok. A mait, persze. És azt láthatjátok egy kis timelapse segítségével. Na de, menjünk videót vágni, mert nem fogjuk holnap föltözni, hogy nem vágjuk meg, mert akkor reggelig kell vágni. Nem. Most megvágom az egészet, és sikerülni fog.
be so heartless. You cut my heart. Azon, hogy nagyjából megvan a szerkesztve a videó, csak ugye ezt a videót kell még fölvennem hozzá, hogy tényleg meg legyen szerkesztve teljesen a videó. Az volt az idő alatt, amikor utoljára jelentkeztem, azóta egyenesen egy óra telt el. Pontosítok, 3-4 óra telt el. És hát igazából annyit szeretnék ebből kifejteni, hogy tudom, hogy na most volt ez a vlog is, valami miatt, az az egy dolog, az a átmenet a berokhoz, azzal talán meg tudnám törni ezt az unalmasságát a videóknak. De köszönöm, hogy megnézted, hogyha ideig eljutottak, akkor biztos megnézted. Holnapi nap már tényleg tudnám garantálni, de még mindig csak 85%-ra tudom garantálni azt, hogy élvezetes lesz a videó, de lehetséges, szóval megéri megnézned, hogy megtudjad. Holnap találkozunk, ha tetszett, like, iratkozzatok fel, minden ami kell nektek, és minden ami lemon a leírásban, az lemon a leírásban, és a linkeknél fel tudtok iratkozni. A tegnapiban is leraktam Marcinak és a ProPlayernek a csatornáját, nem ProPlayer, hanem StreamGaming csatornáját, az Patricknak a csatornáját, de viszont le fogom rakni a holnapi, majd a mai részbe ugyanezeket, meg még hozzárakom ProPlayer barátom kis csatornáját is. És ahogy megnéztem ma, hogy hány feliratkozom van, megdöbbentem. Az utcsó live-ba, amikor live-ba voltam, 55 feliratkozóval távoztam el, és igazából a legezutánibb szubcélom már meg is van, mivel igazából egy feliratkozó múlik, hogy 60 feliratkozó legyen, és én ennek nagyon örülök, mert az a 60 ember az azért 60 ember. Ha itt lennének velem egy szobában, nem férnénk el, akkor is valami ez a szám hozzá. Hát nekem ez jó, mert közel állunk a 100 feliratkozóhoz, és akkor hát innen már csak a 100 lesz a cél, max a 70-80 és 90.100, így tovább, ameddig kell, és menni fog. Remélem menni fog továbbra is, és köszönöm még egyszer, hogy ennyien feliratkoztatok. Na de tényleg nem húzom az időt, írjatok a kommentbe, hogy milyen volt a vlog az előző, arra is írhatjátok. Holnap találkozunk. Hello!